egészen elképesztő, ami plakátpiacon zajlik ma Magyarországon. Egészen elképesztő az, hogy közpénzből milliárdokat költ a kormány, akár az önkormányzatok, vagy közpénzből 100 milliókat költ a CÖF, vagy akár a Fidelitas olyan propaganda anyagokra, amelyeket láthatunk ma az óriás plakátokon. De ugyanilyen elképesztő és ugyanilyen felháborító az, hogy Simicska Lajos a lopott pénzből a Jobbik plakátkampányát finanszírozza. Ma azt láthatjuk, hogy ezen a fronton Simicska szerelem gyermekei, a Fidesz és a Jobbik harcol. Egy olyan presztízs harcról van szó itt a jobb oldal, amit néha mi szoktunk cicaharcnak is mondani, ami persze politikailag lehet értékelni, de a legfontosabb az, hogy mind a kettő a magyar adófizetők pénzéből zajlik. Ennek véget kell vetni. Annak idején volt egy javaslatunk a pártfinanszírozással kapcsolatban, ami a plakátokat is szabályozta volna, akkor a Fidesz ezt leszavazta, és még tárcsorozatba sem vette. Ebben a javaslatunkban voltak olyan elemek, amelyek a mostani plakáttörvényben is benne voltak, viszont ez a plakáttörvény hiányos, ezért szavaztunk nemmel. Hiányos azért, mert bár a kormányt, az önkormányzatokat kizárja a kampány időszakban, és kizárja a politikai kampányból, ami abból a szempontból mindenképpen helyes, hogy nem költenek közpénzt erre, és abból a szempontból is, hogy nem befolyásolja az egyenlő esélyeket a választások során. Viszont nem volt egyértelmű, és nem szerepelt benne az, hogy civil szervezetek ne folytathassanak plakátkampányt. Nem volt benne a CÖF kizárása, a Fidelitas kizárása, vagy bármilyen más civil szervezet kizárása, hogy politikai tartalmú plakátokat kihelyezhessenek. Tehát egy olyan trükk volt ebben a törvényjavaslatban, hogy miközben a kormány nem plakátolhatott volna, miközben az önkormányzatok nem plakátolhattak volna, addig a CÖF közpénzből ezt folytathatta volna. De ez a törvényjavaslat megakadályozta volna azt, hogy a Simicska által elhordott pénzből a Jobbik folytasson politikai kampányt. Éppen ezért mi leporoljuk ezt a javaslatunkat, amelyet korábban már benyújtottuk, és javaslattal fogunk élni, hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt az áldatlan helyzetet, és hogyan lehetne mind a kormánynak, mind az önkormányzatoknak, mind a civil szervezeteknek, a CÖF-nek, vagy akár a Fidelitasnak megtiltani, hogy kormányoldalon beavatkozon a választási kampányban, de azt is el kell kerülni, hogy itt a két nagy erő, Habonyféle vagy Simicskaféle csapat lealjasítsa a választási kampányt arra, hogy éppen ki tud több közpénzt vagy ellopott pénzt erre felhasználni. Éppen ezért mi a javaslatainkat meg fogjuk tenni, és készek vagyunk a javaslatainkról tárgyalni, hogy egyenlő esélyekkel és a demokratikus pártok számára is biztosított lehetőséggel egy olyan választási kampány bonyolódjon 2018-ban, amely nem arról szól, hogy ki tud több közpénzt vagy lopott pénzt befektetni ebbe a tevékenységbe.